Következő vendégünk Maróti Kinga, kreatív blogger. Szia Kinga, akitől csomagolási tippeket fogok kérni, fogunk kapni, fogunk kérni, tényleg, mert pont a finishben vagyok, és már elmondtam, hogy ajándékai még nincsenek, de azt szeretném megtanulni. Be kell csomagolni a Réka helyett az ajándékokat, amiket hozott. Szóval kezdjünk egy nagyon egyszerű csomagolási technikával, amit Marci is meg tud csinálni. Mondjuk azt, hogy vettél egy pénztárcát a tesódnak. Igen. Na milyen jó ötletet adtál. És ehhez semmi sincs. Fogod magad, hogy van egy ilyen alig használt csomagoló papírod mondjuk tavalyról. Igen? És se tássakod, semmit nincs, és egy elég jó kis modern megoldással egyszerűen tudunk csinálni tasakot. Például, hogyha egy papírt félbehagy, tehát így elvágjuk ezt a csomagoló papírt. Igen. Teszünk ide két oldalú ragasztót, vagy esetleg csak simán celluxot, ráhajtjátok ezt a végét. Uh-huh. Megkérlek szépen, hogy na, Marci. Na, igen, tehát akkor itt van. Ezt megkezdtem, ez egy kicsit könnyebb. Igen, könnyebb. Most letépjem le. Igen. Az menni fog még, oké, okay, szuper. Ráhajtod a másik végét. Igen, ráhajtom a másik végét. Na most lesz a jó. Igen, csak ide. Remélem látszik. Igen, mindjárt mutatjuk is. Úgyhogy már ráhajtottuk. Van egy ilyen zacskó formája alakú. Uh-huh. Utána ezt fölhajtjuk. Felhajtjuk. A két végét akkor fel. Az egyik végét csak, az egyik igen. végét. Na, az egyik igen. végét. Ügyes vagy. Igen, és akkor ezt hogy ragasztjuk le? Figyelj csak, ezt utána így szétnyitjuk. Ne, igen. Igen. Ebből lesz a táskának a sarka. Aha. És csak. Igen. Ah. Igen, és akkor itt jön a cellux segítség. Ezt itt ráhajtjuk. Nem. Csak nem. Félbe. Jól csinálod, egyébként tényleg. Csak félbe? Csak a másikat félbe. Is félbe? Igen, és azt meg rá. Igen, hogy a kettő pont alá. Na, én leszek a rendező, és ti csináljátok. Pedig egy ős tehetség vagy, Marci. Szerintem az a cellux elvágása talán még na, talán, még igen. nagyobb segítség. Nehogy azt hidd, hogy megy. Szóval. Ez az, igen, és akkor és csak akkor ráragasztjuk. Csak, igen, ráragasztjátok. Ha már a celluxot emlegetted, közben csináljuk persze. Általában állítani karácsonykor. Igen, igen, de hogyha jól tudom, akkor van olyan is, olyan csomagolási technikád, amihez nem használsz, nem szükséges celluxot. Igen, egy kis kötél, vagy madzag, vagy férna, vagy ilyesmi, az a végszükség esetére bármikor jó, meg az újságpapír, meg pluszban még hoztam nektek sütőpapírt. Abba is lehet csomagolni. Ez tök dizájnos egyébként. Igen, nézzétek csak, ez is csomagoló sütőpapír. Készen vagyunk, mindjárt van a csatornát. Várjuk először. Jól felfogja. Készen van a tasakunk. Na, nem is nézett, hogy közben mit csinálják. Légy szíves, na. Persze, légy szíves, sok vele a pénztárcát. És akkor csak így beledobjuk. Aha. Igen. Csodás. Oké. Okay. És visszahajtod, mint egy uzsonnás táskát. És egy célszerszámmal itt a tetét csak egy kicsit így visszahajtod. Igen. Igen. Itt mondjuk a közepét fogod és átszúrod. Uh-huh. De mondjuk ne a hasánál a Rékának, mert le vagy itt, mi? Ami történjen. Egyébként te csak ilyen háztartásos dolgokat használsz fel, ezt akartam kérdezni. Igen. Tehát, hogy akkor újra hasznosítasz. Édesanyja, lévén, ami van, és általában... Mindent, amit találsz. Igen, függöny például. Hoppá. Legolt, hogy már csomagoltál függönybe. És csak ez függöny, a lányom függönye. Nem. Akkor ezt nézzük meg, hogyha már elhoztad. Ezzel a függönnyel akár még díszíthetünk is, de van itt csomagolás is. Hogy mennyasszonyi koszorúnak, vagy hogy fátyolnak is jól. Nézzétek csak, és akkor ehhez élik célszerűen egy kis vékony madzag. Aha. Igen. Vágd el. Elvágom, főnök asszony, úgyhogy el tudom. Mekkorát? Mindegy. Mindegy. Igen. És odaadom. Ezen a lukon majd megpróbáljuk át. És akkor csak így átkötjük. Én mutatom a kedves nézőknek, hogy egyébként ez így igen. fog kinézni. Jó, nem akkor tudom, ez már készen is van, ezt már mindenki látja. Szerintem már mindenki be tudja fejezni. Igen, mézes kalácsot is oda tudunk illeszteni, hogyha nagyon kreatívak a másik vagyunk. Lehetőség, az egy kicsit így bonyolultabb, hogy ezt elteszem minden, hogy okay. nem persze. Én, azt hittem, hogy ez az én ajándékom lesz. Azon lehet, hogy nem hoztam becsomagolni, de van becsomagolni való. Igen. Ezt nem mutatom én, mert egy kézben összpontosul az egész. Tehát akkor ez sütőpapír, ezt még egyszer mondjuk el, mert ez számomra nagyon érdekes, hogy mikre lehet használni még. Ez a fajta egy kicsit átlátszó, úgyhogy kicsit talán nehezebb. Akkor már egyből tudjuk, hogy mit kapunk ajándékba, ha rá benézünk a falra. Ez is sütőpapírral készült. Egy ponton össze van kötve, hozzákötöttünk ízlésesen egy kis fenyőágat, egy mézes kalácsot, egy pici csipkét, és akár egy név madárkát kivágunk kartonpapírból, és ráírjuk a kedves Gergely nevét. Gergely. Igen, például. Ez a fiam, igen. Ő a fiad, igen. Hát, a fiam. Ez nagyon jó, mert hogyha a cellux elfogy, akkor már tudjuk, hogy ugye madzagot is lehet használni. Ha elfogy a csomagoló papír, akkor 24. Sütőpapír, a sütőpapír, esetleg a farmán de még látom, is hogy még igen, újságpapír, imádom minden évben újságpapírral csomagolok, és egy kis helyes bolt, nagyon nagy divat ez a bolt, amit könnyen elkészíthetünk egy kis kartonpapír segítségével. És akkor közben még az ember újságot is tud olvasni a falat. Ez kettő az egyben. Zseni. Tök tehát jó. Ezt úgy kell becsomagolni, hogy beteszem ezt a mackót,
Igen, mert mindig ezek a kicsit ilyen nem megszokott ugye, alakú tárgyak csomagolásával van számomra a, számomra a probléma. És akkor ez egy... Igen. Beszóltam, és egy pontra hajtogatom. Hát ezek tehát végig itt akkor az az origója. Igen, igen, egy pontra van. Teszed az ujjadat, és minden papírt csak ide hajtogat. Igen, oda. És akkor... Ó, szuper. De hogyha nagyon ízlét, kicsit próbáljunk meg ívesebben. Kicsit esztétikailag. Igen? Hát fogjuk akkor tényleg nincs ragasztó, vagy valami, akkor megkötjük. Jó, segítek, és gyorsan. Ah, ez jó volt. Oké. Okay. Vagy akár csak át is köthetjük így, és csak. Igen, mert igen, azt a volt. Kötési pontot át tudjuk fedni. Remélem, Maci. Hát majd a végén belemutatjátok. És nézzétek csak. És ez azért jó, mert ugye ilyen abszolút natúr, és ezt tényleg fel lehet díszíteni. Igen, tehát, nézzétek ez... csak. És már. Fenyőág. És már stílusos. És egy régi fülbevaló, egy régi nyaklánc, nézzétek, csak itt van egy kiszuperált nyaklánc, ami elszakadt. Fogom, és elvágom. Ops, bocsi. Ez nagyon egyedi lehetne ezeket. Milyen csinos. Zseni. Akkor, tehát gyakorlatilag te akkor a csomagoló stylist vagy, mert van a sütemény stylist, cukrász. Igen, abban annyira nem vagyok jó. Igen, abban nem, de hogy te a csomagoló papír stylist. Inkább elhasználom becsomagolni. A másik módszert még hadd mutassam meg, igen. Akinek van varrógépe, vagy csak szeret oda-vissza öltögetni. Két papír egymásra téve, egy nagyon értékes ajándékot mondjuk bele. Rakva akár egy gyűrű, egy karóra, vagy egy nagyon nyaklánc. Szép nyaklánc. Fogjátok, tesztek bele flittert, és utána csak egy mozdulattal szét lehet tépni. De mégis nagyon szép szerintem. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, köszönjük Inga, rengeteget tanultunk, boldog karácsony. Boldog karácsony, kellemes ünnepeket. Remélem segítettem nektek.